Bruno Budapesten. A Dunakötet 9. fejezete. Hídépítők. Hétfőn Bruno rossz kedvűen jött haza az iskolából. Összevesztünk Ricsivel, panaszolta. Mi történt? Kérdezte anya. Nem rúgtam be egy gólt, és Ricsi engem hibáztatott a vesztes meccsért. Ugyan már, hiszen a legjobb focisták is kihagyják néha a nagy helyzeteket. Különben meg a legtöbb barátság ilyen. Néha összevesztek, néha kibékültök újra és újra. Ne aggódj, ha igazán jó barátod, akkor bocsánatot kér majd. Anyának igaza lett, Ricsi már másnap reggel bocsánatot kért Brunótól. Ne haragudj, nem gondoltam komolyan, sajnálom. Otthon Bruno boldogan újságolta anyának, hogy kibékültek. Na hát, ez nagyszerű hír. Mi lenne, ha meghívnád Ricsit hétvégére? Sütnénk gófrit, átjöhetnének a régi barátaid, Robi és Bence, meg Orsiék is. Jó, ez nagyon jó lenne. Így aztán szombaton átjött vendégségbe Ricsi, átjöttek az ikerfiúk, Robi és Bence, meg persze a szomszéd lányok is. Anya megsütötte a gófrit, a gyerekek pedig asztalhoz ültek és nekiláttak. Volt, aki lekvárt tett rá, volt, aki nutellát, és volt, aki vaníliakrémet. A gófrizás után mindent mentek a szomszédba, hogy megnézzék Orsi új tengeri malacát. Nemrég ugyanis Mokka, a barna malacka kapott egy társat. Mi a neve? Kérdezte Ricsi. Vanília, mondta Orsi. Ekkor az ikrek észrevették az asztalon a hidas rajzokat. Na hát, lerajzoltátok az összes budapesti hidat? Nem, nem az összeset, de elég sokat, válaszolt Orsi. Mi lenne, ha elkészítenénk a hidakat papírból? Apukám mindig megmakettezi a terveit, vetette föl Bruno. De apukád építész, vágta rá Orsi. Nekünk nincs itthon ilyesmink, meg nem is tudom, hogy kell ilyet csinálni. Akkor áthívom apát, jó? Javasolta Bruno. Próbáld meg, helyeseltek mind. Bruno apukája szívesen kötélnek állt, és átvitt magával Orsiékhoz mindent, amire szükség lehet. Színes papírokat, ollót, ragasztót, filctollat, festéket. Először egy hosszú papírtekercsre felfestették a Dunát, majd ceruzákkal bejelölték rajta, hol lesznek a hidak. A hidak pillérei gyufás dobozból készítették, az utat és a hidak oldalát kartonpapírból, a Lánchíd oroszlányait pedig gyurmából. Amikor készen lett, Ödön bácsi lefotózta. Na hát, ez csodaszép, jegyezte meg elismerően. Ezt a képet is beragasztom majd a hidas könyvembe, tette hozzá meghatottam. A Lánchíd a legszebb, szögezte le Robi. Dehogy, a Szabadsághíd sokkal szebb, vitatkozott Bence. Az ikrek veszekedni kezdtek, de Ödön bácsi leállította őket. Ezen kár összeveszni, mindenkinek más tetszik. Inkább rajzoljátok le, ti milyen hidat terveznétek, javasolta. Orsi hídja üveggömbökből állt, amik libegőként haladtak át a Duna felett. Robi egy sárkányos hidat rajzolt, Bence szivárvány alagutat, Olivia egy óriásból formált hidat. Zita hullámvasudat álmodott a Duna fölé. Egy nagy hurok is lehetne a víz fölött, mondta lelkesen. Nóri cukrászda hidat rajzolt. Az én hidamon sok-sok asztal lenne, ott üldögélnénk és sütítennénk. Ricsi vásárlós hídján pedig sok kis üzlet sorakozott egymás mellett. Bruno két hidat is rajzolt. Az egyik egy kilátó híd volt. Üveglift áll majd a két parton, és több szinten sétálunk majd a Duna felett. A másik hidat pedig erdőhídnak nevezte el, és fákat, bokrokat rajzolt a képre. Kirándulhatnánk a hídon, magyarázta a többieknek. Délután mindenkiért megjöttek a szülei, a vendégek elköszöntek és elindultak hazafelé. Ödön bácsi látogatása is véget ért, mert a háztető javítása elkészült. Így aztán Doma bácsi és Orsi kivitte őt a vonathoz. Bruno is velük tartott. Mielőtt a pályaudvarra mentek volna, Ödön bácsi kérésére kocsikáztak egyet a városban és áthajtottak több hídon is. Doma bácsi később ezt is rárajzolta Bruno térképére.